Ez a labda a mérkőzés megnyerését jelentette. A Dombóvári Tenisz Egyesület kétnapos versenyén majd minden versenyző pályára lépett, élvezve végre a lehetőséget egy jó ízű teniszezésre. És persze ismét és megunhatatlanul emlékezve arra a sportemberre, aki nélkül nem honosodott volna meg ez a játék Dombóváron. Immár 6. éve rendezik meg Kovács László alias Lacka tornát, emléktornát. Lacka az örökös teniszegyesületi elnök emlékére rendezik minden évben az első versenyünk május végén ez a torna párosban és egyéni versenyszámban. A 28 fős taglétszámból majd mindenki részt vesz. A tegnapi nap folyamán a páros versenyeket rendeztük, igen színvonalas mérkőzéseket láthattak az itt jelenlévő nézők és a kollégák. Mai napon pedig az egyes mérkőzések zajlanak. Szeretnénk ezt a tornát hagyománnyá tenni. Azért is kezdtük, hogy megemlékezzünk kedves sporttársunk a tenisz dombovári atyának emlékéről, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így fog folytatódni. Igyekszünk ugyanúgy csinálni, ahogy ő elkezdte, kevés variációval, de nagyon színvonalas és nagyon sportszerű mérkőzések vannak. Éppen tegnapi nap folyamán emlegettük, hogy ha a Lacka most itt lenne, látná, hogy milyen jó és sportszerű mérkőzéseket produkáltunk a tegnapi nap folyamán. A Covid nem kímélte a teniszbarátait sem, ennek eredményeként nem tudtak ütőt venni a kezükbe hosszú ideig. A tavalyi nyáron volt utoljára tornánk, az ősszel már elmaradtak az a pár torna. A tél folyamán, miután nincs fedett létesítményünk, a bérelt létesítményekben azok a sportolóik, akik igazolt a versenyzőkból voltak, azok edzéseket tudtak tartani, de tulajdonképpen mi már nem tudtunk összejönni, hisz minden évben december végén évzáró versenyt szoktunk rendezni, ami az idei év, a tavalyi évben emiatt pontosan elmaradt. Úgyhogy abba bíztunk, hogy a tegnap és a mai nappal újra be tudunk indulni, és továbbra is tudjuk a versenyeket rendesen szervezni és irányítani. Néhány évvel ezelőtt a tenisz újra a virágkorát élte, alig lehetett bejutni egy-egy pályára ütögetni. Dombóváron most az utánpótlás kérdésével küzdenek. Az az igazság, hogy egy kicsit előregettünk, egy kicsit szenyor egyesület lett, bár örömömre szolgál, hogy a mai, tegnapi nap folyamán is, meg a tavasz kezdetével 6-7 fiatal, ilyen 30-as fiatal jelent meg, és jelentkezett az egyesület tagjai közé. Bízom benne, hogy ezzel az átlag, a 60 éves átlag életkor le fog csak csökkenni legalább 55-54 évre. De nagyon aktívak és nagyon agilisak az idősekjei. A legidősebb versenyzők közel 80 éves, de nagyon sok 70 fölötti van, és nagyon, nagyon lelkesen és nagyon intenzíven tudnak játszani.